egy új könyv, a címe Újjászületés, amely egy meccsre utal egyébként, de a kötet egész a Győri női kézisek BL győzelmének hátterét rajzolja fel, a fordulatos történetet vázolja a szereplők lelki világába is bepillantást engedve, főszereplőként talán az új Ambros Ambrose Martint állítva a középpontba. A szerző a Nemzeti Sport újságírója Bálint Mátyás, a vendégünk már is a könyv részleteivel, Szia, jó reggelt kívánok! Jól érzékeltem, ugye, hogy igazából ennek a, te is úgy látod, hogy ennek az egész történetnek a, a, a narrátora meg a főszereplő Ambrus Martin volt. Gyakorlatilag így van. Akár kivál beszélgettem, gyakorlatilag egy perc alatt előjött Ambrus neve, és talán mindenki 20 percig azt mesélte, hogy mennyi mindent adott neki Mennyi mindent tett hozzá a csapathoz, mennyit számított az, hogy ő volt itt. Igen, és hogy milyen változásokat hozott Bizony. az ő érkezése, meg Bizony. a módszereiből is. Az is érdekes elolvasni ezt a könyvet, mert, mert az ő módszereivel, meg a meccs közbeni döntéseivel is szembesülhetünk. Így, Én így. azt gondolom, hogy ez nagy érték. Miért fogtál ennek a könyvnek a megírásába? Hát először is azért, mert megkértek rá. meg engem is érdekelt. Mert az egy dolog, hogy látja az ember játszani a lányokat, látja, hogy mi történik mérkőzéseken, olykor edzéseken, hogyha ott van, de az, hogy ők hogy működnek, mi mozgatja őket, és hogy, hogy látják magukat egymást, az engem is nagyon-nagyon érdekel. Tehát hogy ebből az egész történetben, a dolgok hátterében ez a, ez, a, ez a, közösségben lévő ambíciók, meg az, hogy ki milyen viszonyban ez érdekelt legjobban? Igen, igen, meg az, hogy mi mozgatja például Katrina Lundét, akinél nincsen sikeresebb női a történelemben se, és hogy kell föl mégis úgy minden reggel, hogy ő végig akarja hajtani a következő edzést is. Azt mennyire firtattad, itt az előbb a csurgóról beszélgettünk Kótormán Attilával, hogy a csurgónak egy nagy nehézsége az férfi kézzalda, vagy egy kicsi város a végeken, Na de hát itt világsztárok sorra jön el egy persze jóval nagyobb városba, de hát mégiscsak egy magyar vidéki városba, és hogy, hogy, hogy Győr hogyan tud működni mágnesként ezeknek a lányoknak az életében? Hogy érzik ott magukat? Erre azt hiszem, hogy megint csak Katrin Lunde adta a legjobb választ, hogy az, ami Győrben körülveszi a kézilabdát, az Norvégiában, Dániában egészen elképzelhetetlen. Mind nézőszámban, lelkesedésben, rajongásban, mindenben. Uh -huh. Hát akkor ez már megmagyarázza azt, hogy miért érdemes oda szerződni, hát persze a jó csapat mellett. Ugye az alcímben hihetetlen történetnek nevezed ezt a BL győzelmet, miért érdemli ezt a jelzőt szerinted? Egyrészt a 16 játékosnak a külön-külön története is olyan, hogy én egy csomószor próbáltam úgy beszélgetni, hogy ne látszol rajtam, hogy mennyire csodálkozom azon, amit a lányok mesélnek. És az, ahogy utána fölépült ez az egész szezon, ahogy Ambros elkezdett valamint dolgozni, elkezdte egybe kovácsolni ezt a társaságot, és aztán ugye a Valcsa elleni hazai elődöntő majdnem így is Hát nem jött össze, amit tervezgettek. Na, hát ez a vilcső elleni eh, elődöntő, ennek a néhány perce, az a 6-8 perc, a, 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 azt nevezette újjászületésnek, abból lett a könyv című. Ambros amikor... Martin nevezte annak uh -huh. először, uh -huh. csak eloptam. Aha, amikor, uh, amikor arról a bizonyos 6 uh, gólos uh, vesztésről hozza vissza a csapat a mérkőzést, azt gondolod, hogy akkor abban a 6 percben csúcsosodott ki az a munka, amit uh, Ambros Martin végzett ezek a lányokkal? Igen, ott, ott volt egy időkérés, azzal is kezdődik pont a könyv. Igen. Uh -huh. Amikor odaálltak köré, és tényleg ami abban a 35 másodpercben nagyjából történt, abban volt benne minden, amiért ami előtte 8-9 hónapot küzdöttek. Tehát ott, amiket Ambrosa elmondott, azokat, a bárki más mondja el, akkor szerintem semmi hatása nincsen. Mhm. Uh -huh. Azt gondolom megnézted jó pár azt az időkérést. Igen. Uh -huh. Na most ki az, aki ebből a csapatból, és éppen az egyéni történetek miatt, amire mondtad, hogy gyakran te is szájt hallgattad uh -huh. őket, szóval ki az, aki ebből a csapatból talán a legkülönösebben, legkalandosabban került oda a BL győztesek körül, akinek talán a leggörbébb útja volt a csúcskézilabdához, mert például ugye Sós Viktória mondja a könyvben, hogy hogy kevésen múlt, hogy mondjuk ő nem alsótagozatos tagozatos tanítónő Debrecenben, vagy, vagy egy katonalány, de ugyanezt itt van például szepesívet Ívet, akinek kis szilárd mondta, nem, nem kis név, 17 évesen, hogy, hogy sosem lesz egy egyes játékos. De hát helyi lőkéről sem mondták azt, hogy egy hatalmas tehetség. Hát sőt, ő Nekem a Sósőki a kedvenc történetem, már nála tényleg az van, hogyha ő reggel kilép az utcára az ajtón, és elhatározza, hogy jobbra indul, akkor azon történik 10-12 dolog, ami elkezdődött balra tolni. Uh -huh de, de tényleg az is, hogy Szepesi évetre azt mondták, hogy nem lesz belőle soha NBA-es kézilabdázó, ez is hihetetlen. Ha visszatérünk akkor a főszereplőre, Ambros Martinra, mennyire az ő csapata ez, mennyire lett az ő csapata ennek a szezonnak a végére, mert azért azt tegyük hozzá, hogy javarészt nagyon sok embert örökölt, meg azért egy közösséget örökölt, meg nem egy rossz csapatot örökölt, egy olyan csapatot, amelyik azért hét szűk esztendő, már mindig ott volt a küszöbben, de nem tudott átjutni. Én azt gondolom, hogy ez most arra teljesen az ő csapat, tehát most már nem tud olyat mondani, amit ne gondolkodás nélkül csinálnának meg a lányok. Pontosan azért, mert még a Valcsa elleni elődöntőig tulajdonképpen épített annyi hitelt, meg bizalmat, amiből szerintem, ameddig a győri edző lesz, addig élni tud majd. Uh -huh. a, a, ennek az egész menetelésnek, ami a Biagyűzelemhez vezetett, a Vilcsa elleni elődöntő, sorsdöntő pillanataink kívül, melyek voltak a csúcspontjai? Mit látott ez a közösség, amikor beszélgettél velük, még egyébként fontos csúcspontoknak? Ez érdekes, mert eleve az is volt a koncepciója ennek a könyvnek, hogy majd minden állomáson szépen végigmegyünk, mindegyikről mesélnek, mindegyik mérkőzésről, de tényleg pillanatok alatt kiderült, hogy ez a mérkőzés annyira kiemelkedik az összes többi közül, mindenki erről akart beszélni. Tehát például az őszi csoportmeccseket, azokra van, amire nem is emlékeztek már. Uh -huh. Hú, ott mit játszottunk? Mennyi lett? Ú, tényleg most, hogy mondod. De, de, olyan, ami igazán emlékezetes, az tényleg az elődöntő. Persze volt egy Larvik elleni hat gólos győzelem a középdöntőben, volt egy Podgoric elleni ilyen verekedős meccs, meg hát a döntő mégis csak a döntő, de, de akkor is abszolút ez volt a csúcs mindenkinek a számára. Uh -huh. em, hogyan szivárogtak be, szilárdultak meg az új módszerei, szokásai, stílusa? Éppenséggel azért is említettem, szerintem ez egy nagyon izgalmas kérdés, meg, meg nagyon izgalmas részleteket lehet föllállni a könyvben. Igen, ez ilyen szögletesen ment, az látszott eleve azzal, hogy ugye nem tudta elsőre elmondani, hogy mi az, amit szeretne, hanem rajzolnia kellett, mutogatni, hát olykor kicsit ügyetlenkedni, és, és tényleg egy hosszú, meg időigényes folyamat volt, de azt mondták a csajok legalábbis, hogy hogy azáltal, hogy ő győztes játékos volt, el lehetett neki hinni, hogy tudja, mit csinál, tudja, miről beszélt. Uh -huh. Na most te ezt a, az edzőt, az ő személyiségét szerzőként milyennek ismerted meg, te miben látod a, a, az ő vonzerejét, annak a lényegét? Ambros az azt tudja, hogy egy tényleg végtelenül jó ember, és ezt ő el is mondja egyébként a könyvben, hogy, hogy ő soha, Semmit nem csinál rossz szándékkal. Ő akármit csinál, ő jót akar vele. És ez általában be is jön neki. És itt tényleg sugárzik is róla ez a fajta. Tehát ő nem az, aki az... szerepeket játszik? Nem, nem, nem azt mondja, nem is tud. Uh -huh. Nem is tud, hogy néha kellene, és nem megy neki. Uh -huh. Hanem ő tényleg önmagát adja az első pillanattól az utolsóig. Egyenes, korrekt, őszinte. Hát meg persze azért egy komoly szakember, ugye a Kanári-szigetekről indult, szorgalmas játékos volt, b győztes is, elvarázsolt a lányokat, az egyértelmű, nem? Igen, igen, hát megvette őket kilóra tulajdonképpen a személyiségével egy pár hónap alatt. Uh -huh. Mennyire központi kérdés egyébként a Győri Lányoknál a foci? Puh, annál nincs fontosabb, de egy valakinek fontosabb a foci, mint a Győri Lányoknak és az Ambrós. Tehát én láttam itt olyan edzésen, amikor a döntetlennél ő jött ki egy helyzetet, az ellentámadásból bogot kaptak, és utána, amíg a lányok ittak, ő folyamatosan puffogott és mormogott magában, uh -huh. hogy ezt hogy csinálhatta, és úristen, tehát neki élet halál. Ez nagyon érdekes, nem? Tehát, hogy ez a, ez, ez, a, ez a, foci, ez a, a kéziseknek ennyire, ennyire, fontos, hát nem csak kiegészítő tevékenység, hanem olyan közösség összekovácsoló is. Igen, ugye a fiatalok idősek játszanak egymás ellen, ez rögt, így rögtön egy ilyen fél komoly surlódási pont tud ebből keletkezni, és úgy tudnak érte hajtani, hogy nyerjenek, tényleg csodálkozik az ember. Tehát amikor vége van a focinak, ezért ki szoktak kiabálni, hogy ezt írd meg, ezt írd meg, hogy nyertünk. Aha. Na most azt mondd meg, a végére értünk, hogy ha a jövő elkezdődött Győrben, és ez a valami valamiféleképpen, akkor szerinted még hány ilyen B.A. történetét öntheted majd könyvekbe? Hát számot azt hadd ne mondjak, de én szerintem lesz még. Amros Martinban be benne van a, a hipóéra, igaz? Igen, ő, ő, ő is azt mondja, hogy ő ezt célozta meg, de azt is elmondja mindig, hogy, hogy nagyon nehéz, mert nem véletlenül sikerül, csak nagyon ritkán. Hát én kívánom, hogy akkor szülessen meg egy-két kötet. Ezt meg ajánlom mindenkinek. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm.